Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, ami az űrös műsor, Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, napfényes októberi reggelre virradt a mai nap itt Közép-Európában. Minden a lehető legnagyobb rendben van. A mai témánk egyébként nagyon érdekes lesz, ez biztos, és ráadásul még hát valamelyes aktualitása is van, ugyanis az elmúlt hetekben is láthattuk, sőt, hát az elmúlt években amúgy egyre inkább tapasztalhatjuk, hogy nagyon jön föl a naprendszer kis égitestjeinek űrszondás kutatása. Hogyha csak az elmúlt egy-két hét eseményeit nézzük, akkor ugye ezzel kapcsolatos információk voltak, hogy például két hétvégével, tehát két héttel ezelőtt történt az, hogy hosszas repülés után az Osiris Rex, ami természetesen egy betűszó, szóval ez az űrszonda a Bennu kisbolygóról hozott haza mintát, és ejtőernyővel csodálatosan leszállt Utah államban, ez a NASA-nak az űrszondája volt. Megjegyzendő, hogy a japánok már csináltak kettő ilyen mintahozást kisbolygókról, a Hayabusa 1 és 2 űrszondákkal. Hát most az amerikaiaknak is sikerült begyűjteni egy mintát, és hát mondta, hogy a naprendszer kis égitestjei, hát itt ez esetben ez tényleg egy nagyon kicsi, nagyjából Gellért egy méretű égitest volt, ami egyike a szén típusú, a C-típusú kisbolygóknak, és hát a C az a szénre utal, tehát itt valóban az derült ki már most az első előzetes eredmények alapján, hogy nagyrészt szénből vannak a minták, vagy hát nagy széntartalmúak, mondjuk inkább így, és egyébként még víz tartalom is van bennük. Ez egy nagyon laza szerkezetű kisbolygó volt, és hát erről érkeztek a minták. Rettenetesen érdekes, mert a NASA ezt szereti úgy csomagolni, és nem is jogtalanul, hogy itt valamilyen értelemben a naprendszer ősanyagába pillanthatunk bele. Ugye a naprendszerünk olyan 4,6 milliárd évvel ezelőtt kezdett kialakulni, ami alatt azt kell érteni, hogy akkoriban kezdődött el a protonap, vagyis az előnap, amint szépen összesűrűsödött, és elkezdett annyira megnőni a sűrűség, a nyomás és a hőmérséklet a belsejében, hogy beindulhatott a magfúzió, tehát igazából elkezdett a nap sütni, de akkor a napot még körülvette egy úgynevezett protoplanetáris korong, egy forgó lapos korong volt, ami hát gáz és porfelhő tulajdonképpen, ami egy ilyen szép forgó alakzat volt, ami azonban szépen elkezdett összecsomósodni, úgymond, és elkezdtek benne megjelenni az egyre összetettebb objektumok. Így alakultak ki a bolygókezdemények, a planetezimálok, amelyeknek egy része aztán bolygóvá vált, mint például a Föld is ilyen, de egy része azonban nem használódott fel ebben a folyamatban, tehát ilyen módon nem estek át ezek az anyagok azokon a folyamatokon, amik a Földet annyira átgyúrták. Hát nyilván egy ilyen differenciálott égítést, ahogy egyébként múltkor Avi Leiba Harvardról, akivel beszélgettem a két héttel ezelőtti adásban, ő is említette, hogy ugye a bolygók elindulnak valami kezdő összetételből, ami jellemzi az adott naprendszer, de hát aztán sok minden történik velük. Például ugye a differenciálódott nagyméretű bolygótestek belsejében megolvad a vasmag, és akkor elkezdődnek ott az áramlások, és elkezd szépen sűrűségrétegzett módon kialakulni valami, megjelennek mindenféle változó szilikát összetételek. Tehát a lényeg az, hogy a bolygók összetétele változik, ezért aztán, amit ma a Földön megtalálunk, az semmiképp sem a naprendszer ősanyagának összetétele, de például az ilyen kisebb méretű kisbolygók esetében, amelyek annyira kicsik, hogy nem volt igazából lehetőségük arra, hogy a saját gravitációjuk nem volt elég ahhoz, hogy olyan körülményeket hozzanak létre, amivel átgyúródik az összetételük, azokban végül is joggal remélhetjük, hogy a naprendszer ősanyagát látjuk viszont. Természetesen ilyesmit a meteoritokban is tudunk találni, hát ez lényegesen egyszerűbb, de érdekes megnézni, hogy mi van ott helyben, például ez az égitest, ahonnan az Osiris Rex hozta a mintát,
Ez ugye nagyon úgy tűnik, hogy egészen hasonló jellegű, mint a Szenes Kondrit nevű meteoritok. Ezt mindig is gyanították, de sosem nézte meg eddig senki közelről, soha nem hozott még senki egy ilyen fajta kisbolygóról mintát, egészen mostanáig. A másik nagyon érdekes dolog, amire mondom, hogy szintén aktualitása van a kicsi nyégi testek kutatásának a naprendszerben, hogy néhány nappal ezelőtt, egészen konkrétan előző pénteken, ami 13-a volt, de ennek ellenére sikeres start történt aznap, mégpedig a várva várt Psyche, vagy Psyche nevű űrszondának a startja, ami az azonos nevű kisbolygóhoz repül, ami egy nagyon különleges kisbolygó, mert ebben viszont azt várjuk, hogy olyasmit látunk, mint amilyen, mint a fémes meteoritoknak az alapanyaga. Ugye a Psychéről, vagy Psyche kisbolygóról azt szokták mondani, hogy az egy lehetséges, hogy az egy korai bolygó kezdemény volt valaha, egy ilyen planetezimál, mint amit emlegettem, ugye a Föld belsejében is van egy vasmag, egy nagy méretű, nagy, hát mondjuk a Földhöz képest nem olyan nagy méretű, de hát azért mindenképpen tekintés méretű, ilyen 1000 kilométer környéki átmérőjű, vagy esetleg annál is nagyobb olvadt vasmag. Na most a Psychében az az érdekes, hogy elképzelhető, hogy ez egy ilyennek a maradványa, tehát hogy lehet, hogy valaha volt körülötte egy bolygó, csak azzal történt valami nagyon durva dolog, és megmaradt a vasmag, vagy soha nem is alakult ki a bolygó. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, nem tudjuk, de ezt is ki fogják deríteni hamarosan, hiszen elindult az óriási Falcon Heavy hordozó rakétával pénteken, a 13-án, október 13-án pénteken a kisbolygó felé az űreszköz. Hát szóval a naprendszer kis égi testének kutatása az mindenképpen egy aktív kutatási terület, és akkor most rákatunk a mai témánkra, ami az üstökösök kutatása, és annak is az egyik ikonikus küldetése, a Rosetta küldetés, amely 2014-ben először csinált olyan bravúrokat, hogy egyrészt az űrszonda pályára állt egy üstökös, a Churyumov-Gerasimenko üstökös körül, másrészt pedig a leszálló egységet is elindította a felszín felé, sőt a leszálló egység el is érte a felszínt. Az, hogy ezzel nem volt aztán mindenki teljesen megelégedve, az már egy más kérdés, de kétségtelen tény és elvitathatatlan érdem, hogy ez volt az első alkalom, hogy bármi leszállt egy üstökös felszínére, és hogy bármilyen űreszköz keringett egy üstökös körül. Most ez egy iszonyatosan nehéz technikai bravúr volt, mind küldetéstervezés égi mechanika szempontjából, mind pedig mindenféle ilyen fedélzeti rendszerek megtervezése szempontjából. Iszonyatosan kicsi gravitációs környezetben kell közlekedni, elképesztően érdekesek ezek a dolgok. És szerencsére nem egyedül kell nekem erről beszélnem, hanem ezekben a percekben megérkezett a stúdióba Horváth István, akiről mindjárt mesélek, csak előbb megnézem, hogy a kék mikrofonhoz ült le, amit megpróbálok üzembe helyezni. Kérlek szépen, István, húzd magadhoz közelebb azt az eszközt, körülbelül úgy, mint ahogy én tartom a saját számhoz ezt, mert az tűnik az ideális kombinációnak, és ha ez megtörtént, akkor csináljunk egy hangpróbát. Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na, hát fantasztikusan szólsz. Tehát Horváth Istvánnal már többször is találkozhattak a hallgatók, ugye egyrészt betelefonálóként, még annak idején, de leginkább akkor, amikor Szalai Sándor emeritus kutató professzor úrral együtt jártatok nálunk, amikor a Vega űrszondáról beszéltünk, ami szintén egy üstökös kutatási első volt, hiszen az első olyan űrszonda volt, ami megközelített egy üstököst, konkrétan a Héli üstököst 1986-ban a Föld közelsége idején. És téged akkor úgy mutattalak be, és most ez a kérdés, hogy most hogy mutassalak be, hogy olyan emberként, aki annak idején, amikor a Vega repülések történtek, akkor a KFKI RMI Részecske és Magfizikai Intézetében dolgozott fejlesztőmérnökként. Igen, pontosabban a Vega után valami. Ja, igen, te a Phobosra érkeztél, igaz. Hát így is 30 éve. Igen, mert hogy abban az adásban amúgy nem csak a Vegáról beszélgettünk, hanem egy másik olyan projektről, amelyben magyar űreszköz jutott volna el egy kis égi test közelébe, mert magyar fedélzeti számítógéppel felszerelt űreszköz, ami a Phobos Lander lett volna, ami a Mars Phobos holdjára krumpli nagyságú és nagyjából mondjuk Tihanyi félsziget méretű Phobos holdjára szállt volna le egy szovjet űrszonda, amely nem történt meg, de ez ugye nem a magyarokon múlt, mert már azelőtt kikapcsolt az űrszonda. Na most arról beszéltünk annak idején, de hát nem hiány, és akkor hát nyilván ez egy szomorú történet, hogy nem sikerült a Phobosra leszállni, de azt is elmondtátok akkor, hogy azért természetesen nem ment, nem hiába volt ez a rengeteg fejlesztés,
mert aztán bekerültetek a Rosetta Projectbe, ami viszont ennek az adásnak a témája. Igen, lehet azt mondani valóban, hogy a ottani csalódottságunk azért végig itt megjutalmaztatott. Nagyon hosszú volt ez a Rosetta projekt, ez része volt az ISA által és társországok által meghirdetett Horizon 2000 projektnek, amiben több különböző, mindegyik elég merész vállalkozás volt, és hát mint a bevezető hallottuk, ennek a Rosetta projektnek az volt a célja, hogy egy üstökösre eljusson, leszálljon rá, megvizsgálja a felületét, a porokat, ködöket, de ráadásul ezt lehetőleg úgy kellett csinálni, vagy az lett volna a cél, hogy még azelőtt érjünk oda, mielőtt az üstökös napközelségbe ér, és elkezd párologni, ahogy azt már ismerjük. Ilyen tulajdonképpen már volt, mert a Heli üstökös 86-os látogatás, akkor tulajdonképpen ez utóbbi zajlott le. Itt viszont elé akarunk menni, és ezt egy nagyon hosszas előkészítés előzte meg. Egy kis kulturális előzetes abból, hogy miért Rosetta, és több más helyen is miért tűnnek föl óegyiptomi vonatkozások. Ezzel tulajdonképpen tisztelegni akartak egy ősi kultúrának, úgyhogy a legtöbb kísérlet neve is valamilyen módon, akár mozaik szó szerűen, de valamilyen módon a óegyiptomi mitológiából van. A Rosetta az maga annak a városnak a neve, ahol a napoleoni hadjárat idején találtak egy olyan követ, egy kősztélét, egy kőlapot, amin három nyelven is fel volt írva, óegyiptomi hieroglifákkal, az újabb egyiptomi írással és görögül. Igaz, hogy töredékes volt a tábla, de nagyon sokat segített Champollionnak a egyiptomi hieroglifák megfejtésében, de mondhatnám a filé leszálló egységet, amit viszont arról a obeliszkről neveztek el, amit Dél-Egyiptomban találtak, még a 19. században, és ezért is egy kétnyelvű felirat volt. Továbbá még megemlíteném a Osiris kamerarendszert, amivel a legtöbb képet kaptuk, és hát az is valamilyen módon, még ha mozaik szó is, de egyiptomi mitológikus istenségre utal. Igen, hát ugye egyrészt az megjegyzendő még, hogy a filé leszálló egység egy pályázat eredményeként lett elnevezve, ami teljesen beleilleszkedik, de ugye eredetileg még emlékszem, hogy a Roland mozaik szóval illették, ami egyszerűen a Rosetta Lander, és aztán utána valaki, szerintem lehet, hogy diákok vagy valakik, de persze illeszkedve az egyiptomi kultúrkörhöz ezt választották, és még a másik, amit akartam mondani, hogy felmerült, hogy a Champollionnak a neve, aki magát a megfejtést csinálta a rosetti kő alapján, és hogy hát ugye az eredetileg lett volna egy Champollion űrszonda is, amit a NASA tett volna bele a buliba. Tehát az első tervekben úgy lett volna, hogy ez egy nemzetközi, hát nem annyira durva, mint a Héli üstökös esetében, ahol az európaiak, a szovjetek, meg a japánok is küldtek űrszondákat, meg a NASA, meg a földkörüli pályáról mindenféle műholdakkal tanulmányozta volna, amúgy például a Challenger, amikor felrobbant, pont vitt volna egy olyat, tehát ez csúnya véget ért, viszont itt is lett volna valamiféle nemzetközi együttműködés, lett volna az Egyesült Államoknak egy Champollion nevű űrszondája, ami szintén azt célozta volna, hogy leszáll egy üstökösre. Azt nem tudom, hogy pontosan ugyanarra-e, mint a Rosetta leszállóegység, de a lényeg az, hogy hát, ahogy ez lenni szokott, pénzügyi okok miatt végül törölték az amerikai missziót, viszont az európai az kitartott, sok csúszás után meg is valósult. Ugye a csúszásokról csak annyit, hogy eredetileg például egy másik üstököshöz ment volna például, a Virtanen üstököshöz. Végül a Churyumov-Gerasimenko üstökös volt az, ami jó időben volt, jó helyen. Mikor kezdődtek az egész projektnek az előkészületei? Azt tudom, hogy 2004-ben történt a start, és onnantól még 10 évig tartott, még sikerült elmanőverezni az üstököshöz. Tehát 14-ben történt az üstökös körüli pályára állás. De hogy az egészet, amikor egyáltalán ti belekerültetek, vagy amikor az egész projekt elindult, az mennyivel volt előtte, csak hogy érezzük az időskálát? Közel 10 évvel előbb. Uh-huh. Na, időrend körülbelül ott volt, hogy a Phobos balsiker után volt még egy Spectrix Gamma projektünk, amit készre is csináltunk, de nem törölték a projektet. Ez egy röntgentávcső lett volna. És akkor ezután, a pontos évet nem tudom megmondani, de én 95-re vagy 4-re tippelek, tehát 10 évvel az indulás előtt. Uh-huh. Ez általában rendszeres, hogy bizonyos
minimum 5 évvel előbb el kell kezdeni, különben nem lesznek készen az emberek. Én első menetben nem voltam a közepén, én ennek a földi ellenőrzését csináltam a dr. Szalai Sándorral, aki amúgykor itt volt. Ő írta a szoftvert, én a hardvert csináltam, meg egyebeket, viszont később bekerültem merő véletlenségből ennek a rozettának abba a egységébe, amelyik a kapcsolatot tartotta a filéleszálló egységgel, tehát ISS-nek hívták, és megmondom őszintén, ezt még 90-es évek végén csináltam, és majdnem elfeledkeztem róla, hogy ez mondjuk fontos lesz valamikor, de ezt azért nem fővonalbeli dolog, mert ez nem magyar projekt, ezt Írországban egy intézet csinálta, és oda hívtak meg. Tehát így kerültem én ebbe bele. De beszéljünk a fő dolgokról. Tehát valóban nem ez volt az első üstökös, amit célul tűztek, hanem a Virtanen. Erről tudni kell, hogy ez 2003-ban kellett volna ahhoz indulni. Nagyon hasonló lett volna a küldetés, de még azt kell tudni, hogy a Virtanen kisebb. Ez kb. 1,2 kilométeres, míg a Csúlyumov az 4 kilométeres. Az történt, hogy valamikor a 2000-es évek elején az egyik Ariane 5 rakéta meghibásodott, azt hiszem fel is robbant, és emiatt át kellett vizsgálni az egész dolgot, és csúszott mindenkinek a projektje, és akkor már nem ért volna oda a Rosetta a Virtanenhez, ezért átszámolták az egészet, és akkor üstökösből van bőven, és akkor találták ezt a Csúlyumov-Gerasimenkót. Ez egyébként nem mellesleg két ukrán kutató, csak akkor még Szovjetunió volt, 69-ben fedezték föl Almatiban, ami Kazaksztán fővárosa volt akkor, és hát nem túlságosan érdekes, ennek a pályája olyan, hogy a legtávolabbi pontja, az apohéliuma, az közel túlmegy a Jupiter pályán, és a közelségi pontja pedig belül van a Mars pályáján. Ilyen értelemben nem egy nagyon hosszú periódus üstökös, 6,5 évenként jár körbe. És akkor ezt, az volt a terv, hogy ezt egy nagy pályán, majd, hát nem is a Jupiternél, de a Jupiteren belül utol kell érni, amikor még jégé van fagyva az egész, és ahogy közeledünk a perihélium felé, fel fog olvadni, aminek kell, vízgőz, vízjég, és ezt a folyamatot tanulmányozza. Csak egy olyan pályát kellett kitalálni, ami hát végig is hasonlít a bolygó megközelítésekhez, csak Ariane 5 ugyan egy erős rakéta, de ilyen távoli utakra így önmagában nem lett volna alkalmas egy ekkora szondát elhordozni, ezért összesen 4 hintamanővert alkalmaztak. Ez azt jelenti, hogy fellőtték, 2004 márciusában sikerült ez, több halasztás után, és utána egy érdekes, hosszan elnyúlt ellipszis pályán keringett a szonda, úgyhogy visszatért először a Földhöz, lendített rajta egyet, elment a Marshoz, az is lendített egyet, közben is fotózta másod egész közelről, aztán megint még kétszer végzett hintamanővert a Föld körül. Itt a dátumokat nem mondom el, de ezeken egy-egy éves időszakonként követték egymást, úgyhogy elég az hozzá, hogy csak 2009, sőt 10-ben indult el igazán abba az irányba, és hát ezek szerint 4 évbe tellett. Közben egyébként meglátogatta, vagy elhúzott a Stenys aszteroida mellett és a Lutécia mellett, amelyek kisebb aszteroidák, ezek ismertek voltak, de ebből is látszik, hogy az ilyen ravasz pályáknál még egyéb bónuszokat is be lehet szerkeszteni. Na hát, és mindeközben az űrszonda mennyire van ébren? Ez mindig egy érdekes kérdés. Bizony. Mivel az előbb említett szakaszoknál volt mit nézni, továbbá mindig be kell kalibrálni a műszereket, ezért egészen 2004-től 10-ig, sőt 11-ig ébren volt, tehát rendszeresen tartották vele a kapcsolatot, és aztán, amikor ezeket az említett dolgokat elvégezte, és már messze túljutott a Mars pályán, akkor 2011-ben mély hibernációba küldték, ami ilyenkor azt jelenti, hogy csak a kis jelsebességű rádiókapcsolatot tartották fönn, és leállították benne azokat a gyrokompasszokat, ami az iránytartást biztosította, de előtte megforgatták a szondát, ahogy ez a legbiztosabb módszer, és hagyták kihűlni, pontosabban szólva ez az energiaellátás körébe tartozik, egy bizonyos fűtést kaptak egyes műszerek, amik erre kényesek, mert különben rendkívül lehűl az egész.
és csak 2014 januárjában kapcsolták be megint, tehát 2,5 évig, ha jól számolom, volt mély hibernációban. Ilyenkor természetesen az alkotók csak fohászkodhattak, hogy mi lesz. Ugyanis az a probléma, hogy ilyenkor mínusz 70 vagy még több fokra lehűlnek a dolgok, és a félvezetők és egyéb anyagok nem jól tűrik. Sajnos volt is ebből hiba. Aztán 2014 nyarán, kb. Augusztusban, tehát tulajdonképpen hátulról közelítette meg, mint egy jó vadász a zsákmányt. Tudni, hát felmerült a kérdés, miért kell ilyen sokáig oda utazni, hiszen például a Juno szonda sokkal hamarabb odaért a Jupiterhez. Nos, azért, mert először is egy hatalmas rakétával indítják, és szintén vannak eszközök a fékezésre, itt viszont ennyi nincs. Az itteni hajtóanyag arra kellett, hogy később az üstökös mellett olyan manővereket végezzen, ami szükséges a kutatáshoz. És itt kell elmondani, hogy körülbelül mégis mit képzeljünk el. Egy 2x2 méter alapterületű 2,8 méter magas kocka, téglatest, két oldal, mint a szárnyak állnak ki a napelemek, és az egész olyan 3 tonna, nem fogok tört számokat mondani, úgyis sem tudnám mindegyiket, és ebből 1,6 tonna a hajtóanyag. Ez a elég szokásos hidrazin és nitrogén tetroxid hajtóanyag, ami sokáig eláll, nem párolog, és megbízhatóan működik. Nagyon sokszor használják. Ezzel sem volt semmi baj, viszont 14 nyarától manővereket kellett végezni, ezt úgy kell elkezdeni, hogy órás nagyságrendben, sőt az egyik gyújtás 8 óra hosszat tartott. Csodálkozhatunk is, hogy tartott ki az üzemanyag, hát azért, mert itt nem egy hatalmas lángcsovákat kell elképzelni, mint a földindításkor, hanem egy kb. Fúvalkánként 1 newton tolóerői rakéták. Tehát ezek kicsik, de a mélyűrben ott nincsen már gravitáció, nekünk csak a pályát kell úgy módosítani, hogy finoman, egyeztetve az optikai keresőkkel a üstökös nyomába érjünk, és ez meg is történt nyár végén állt pályára. Na most, hogy pályára állt, ezt így nem is lehet mondani, mert a pályállást úgy szoktuk érteni, hogy egy nagy gravitációjú test körül keringünk. Legyen ez bolygó, akár kisbolygó, vagy holdak. Ennek a Virtanennek, vagyis hát a Churyumovnak a 4 kilométer és kis fajlag, alig van gravitációja, ezért a szokásos értelemben pályáról nem beszélhetünk, hanem meg kell közelíteni, és körülbelül 1 méter, a hozzája képest 1 méter per szekundumra lelassítunk, ez szinte olyan, mint a gyalogolnánk sétálva, és amikor túlhaladunk rajta, akkor be kell indítani a hajtóművet és vissza terelni. Tehát általában ilyen háromszög alakú pályákat ír le, de nem feltétlenül körülötte, hanem bármilyen irányba, hátulról, előről, hát ez azért állandó hajtóanyagot igényelt. És ez a folyamat tartott át 14-től 16-ig. 16-ig ment az adatgyűjtés. Igen, különböző szempontok szerint vagy volt, hát ilyen. Távolabbról, végülis már a szeptemberben egész közel merészkedett, 20 kilométerre, ugye ez változó 20-29 kilométerre, és hát az Osiris távcsővel, meg mindenféle más műszerrel figyelték, és valóban lehetett már is észre. Ja, ez a megközelítés, úgy kell elképzelni, hogy a Mars és a Jupiter pályája között félúton volt, tehát az még hideg űr, de ahogy közeledtünk, úgy melegedett a környék, és kezdődtek ezek a kipárolgások, és ezeket finom szimatú műszerek, porérzékelők, akár kilométerekről is megérzik, ugye a csóván is áthaladott, amikor csak akarták, és ez tartott egész őszig, és akkor november 12-én volt a mi nevezetes napunk, amikor a Philae leszállóegységet lebocsátották. Ez szintén nem a tömege miatt ért el a üstököst, hanem nagyon finoman meg kellett határozni, hogy hol legyen a leszállóhely. Ezt egy gömb esetén sem könnyű eldönteni, de itt ez üstökös olyan fura alakja van, hogy gúnyosan el is nevezték gumikacsának, mert van egy ilyen alsó teste, egy feje és egy ilyen nyak választja el a kettőt. Valószínűleg ez egyszer el fog hasadni és ketté fog válni, ez még eddig nem történt meg. És ennek a kacsának a fején volt egy ilyen kopasz terület, vagy egy kis alföld, ami elég simának tűnt, hogy oda lebocsássák. És akkor ezt pontosan kiszámítva 20 kilométerre, 22 kilométer távolságból úgy állították be a irányát a szondának, hogy a hátány, mint egy ilyen puttony, vagy mint egy hátizsák szerepelt a Philae, az finom elengedték és meglökték, semmi rakéta,
és olyan körülbelül 0,8 méter per szekundum sebességgel, tehát bárki gyalog utolérette volna, pár óra alatt leereszkedett, és hát itt ez volt a legkockázatosabb manőver az egészben, mert a gravitáció ugyan akadályoz sok minden, de ha egyszer vonzás sincs, akkor nehéz meghatározni, hogy merre menjünk. Tehát csak az a célzás, az a finom irányzás segítette a haladást, és a filénben volt egy gyro kompassz, tehát egy lentkerék. Bocsánat, a filén nem is volt hajtómű? Még lenyomáshoz nem. Se, vagy manőverezéshez nem, se? Nem volt manőverezés, ez, hogy mondjam, erre már nem tellett azért ez olyan dolog volt, ahogy én ezt hiszem, hogy nagyon merész dolog volt ez, és erre már nem tellett azért ez olyan dolog volt, ahogy én ezt hiszem, hogy nagyon merész dolog volt ez, és félig meddig, vagy egyharmadig sikerült is, de azért a Rosetta anyahajó volt a lényeg. Valószínűleg lehetett volna rakéta, de erre nem volt szükségünk, mert hogyha emlékszünk még a Phobos leszálló egységre, az még jobban megközelítette 50 méterre, ami már szinte rajta van, és ott eresztette le, ott egy rugóval lőtték meg. Itt mindössze annyi volt a különbség, hogy órákba telt, míg leér. Emlékszem, a planetáriumban volt egy gyűlés, egy szeánsz, ahol egyenesbe közvetítették, ott voltak persze az alkotók, és izgultunk, hogy ezzel mi lesz. Volt is egy kis zavar, mert minden műszer jót jelentett, tehát a kisfilé elindult, ment lefelé, az Orris tárcső mutatta is, azóta fönn vannak a neten ezek a képek, távolodik, és utána belevészott az árnyékba, de ugye nem lehetett látni, hogy pontosan mi történik. Egy kicsit beszélnék a filé kialakításáról. Ez egy ilyen mosógép méretű doboz, egy köbméternek mondanám, és három olyan pokszerű lába van, és látszólag nagyon-nagyon törékeny, de pontosan ez volt a cél, hogy ugye a súlya nem lesz nagy azon a égitesten, viszont ruganyosan érjen talajt. De muszáj, hogy a talppal lefelé érkezzen. Ez is megtörtént minden bizonnyal, csak a fő kockázat az, hogy mi van, ha ott van épp egy szikla, amelyik méteres nagyságrend, és vagy ez történhetett, vagy leginkább az, hogy a megkapaszkodás nem sikerült. Ez sajnos tény, ez egy műszaki hiba. Ugyanis a talaj érintéskor be kellett volna indulni egy kis rakétának, ami felfele fújt, de ez egy hideg rakéta, sűrített nitrogénnel, ez leszorítja a talajra, és ezelőtt két lándzsát, vagyis ilyen szigonyt belőnek a talajba. És ezek közül valamelyik, vagy mindkettő nem működött. Emiatt a kis leszállatség felpattant, ottani szokásos, rendkívül lassú, egy órát repült egy ilyen paraboléjében, és visszaesett, és még egyszer pattant. Ezt utólag lehetett rekonstruálni. Sajnos azonban a harmadik földetérés már Ferdén történt, és ráadásul napárnyékban. Ezt később lehetett kideríteni. Tehát a helyen, ahova leérkezett, az a leérkezés, a először leérkezett, az még nem volt árnyékban, igaz? Az jó helyen volt. Nyilván úgy választották ki az időpontot, hogy az napsütötte hely legyen, és ez a szonda is láthatja, hiszen a rádió kapcsolatot azon az egységen áttartották, amiről beszéltem, amiben volt szerencsém szerkesztőként részt venni, és ezekkel nem is volt semmi probléma, érzékelte is a filé a talajhoz érést, és a elfordulásra lett volna probléma, mert ennek irányérzéketlen rádió antennái voltak, csak ellenmondásosnak tűnt a megérkezés, tehát nem jeleztek azok a szenzorok, amelyek a szigonynak a kilövését nyugtázták volna, és akkor kezdtek nyugtalankodni. És utána keresni kellett, hogy hol van, és mivel annyira kicsi a gravitáció, nagyon lassan történt meg. Másfél-két óra múlva lehetett csak megállapítani, na, lent van. Emiatt viszont aztán később kiderült, hogy nem elég a fény ahhoz, hogy tartósan töltse az akkumulátort, ezért csak 11 néhány órája volt hátra, és ez alatt úgy döntöttek, hogy elvégeztetik vele azt a néhány fontos mérést, amit, hogy legalább valami kihozatala legyen, úgyhogy a talajt megérintette egy szenzor, ami a porokat elemezte, tehát ténylegesen felszínű. De ez meg is történt. Ez megtörtént. Na, tehát hát azért mondom, hogy nem teljesen sikertelen. Persze. Csak szerették volna néhány hónapig ezt működtetni, és ehhez néhány óráig. Hát igen. Jó, hát megértem ilyen szempontból a csalódottságot, de azért, tehát mégiscsak ez volt az első alkalom, amikor a helyszínen igen. Meg lehetett vizsgálni, hogy egy üstökös miből van. Igen, hát mindenképpen benne volt a pakliban, mert ha az előbb említettem, hogy a virtanára ment volna, annak kisebb a gravitációja, valószínűleg máshogy adódott volna ez a leérkezés, meg nem ennyire fura az alakja, tehát azért ez így
Érdekes, hogy az üstökösöknél ez a mogyoró vagy gumikacsa alak, ez elég elterjedtnek tűnik. Tehát a Héli is ilyen volt, amit a ti kamerátokkal, vagy nem, hát akkor még tudom, hogy nem volt ebben szó, de hogy kollektív ti. Tehát az a valószínűleg csoport... nem úgy alakulnak ki, mint a bolygók, tehát megolvadt állapotból az akkori folyékony alakzat, az ugye a sultánosságban saját tömegvonzás hatásában gömbé áll össze, többé-kevésbé. Ezek inkább a külső térségből, a orrtövezetből, vagy ezt kell kikutatni, származnak, ütköznek egymással, elpárolok belőlük a víz, akkor marad a por, az is távozik, és akkor ilyen alakzatok jönnek ki. Ezt a párolgást és fortyogást ezt lehetett látni 15-ben, amikor a nap közelségi pont volt, a kamerát, addigra a filén már túl voltunk, de a többi kamera jól működött, és közelebb is mentek, és lehetett látni, hogy párolgások, berógyások történnek, ahol a víz alulról kipárolog, és olyat is láttak, hogy leomlik egy hát hegynek nehezen nevezhető, de egy sziklák. Ez rendkívül érdekes, hogy végig lehetett nézni, hogy egy üstökösnek kialakul a csóvája szépen. Sajnos ennek nem volt nagyon fényes csóvája, a földről nem lehetett látni, távcsővel se nagyon, csak nagyokkal. Hát igen, na most beszélnék a hardware-ről. Na igen, ezt akartam kérdezni, de az még valamit, bár lehet, hogy pont ezt akartad mondani, csak még említetted érintőlegesen, még a legelején a földi bevizsgáló rendszereket, meg földi támogató rendszereket, aminek a fejlesztésében szintén részt vettetek, és még a múltkori adás kapcsán érkezett olyan kérdés, hogy azok tulajdonképpen mik és mire valók, úgyhogy mindenképpen, lehet, hogy pont ezt akartad mondani amúgy, de hogy ne felejtsünk el azokról is szót ejteni, tehát ne csak a fedélzeti rendszerekről, hanem mindazokról, amikhez mondjuk ti is hozzájárultatok, vagy a csoportotok hozzájárult. Igen, hát minden projekthez, akármilyen kis dobozka, vagy bármilyen kicsi, kell egy földi ellenőrző, ami azt jelenti, hogy a földön úgy lehet csak átadni a dolgokat, hogyha nagyon alaposan kivizsgáltunk, tehát tulajdonképpen szimulálja a fedélzetet valamilyen szerint. A tápfeszültséget ad neki, ez a legkevesebb, ennek a zavarait kell szimulálnia, és az adat átvitelt főképpen, hogy hogyan áramlanak majd az adatok, azokat hogyan tároljuk el, milyen tartalékolás van, és így tovább. De olyannyira így van, hogy ezek a földi ellenőrzők később a küldetés során is ott lehetnek a kísérletezőknél. Mondjuk van egy, a miénk az RPC egység, ez a Rosetta Plasma Consortium, ez tehát a plazmákat, ami minden ionizált gázt jelent, elemzi a műszeregység, és az, ami azt ellenőrzi, azt csináltuk mi. Hát, hogy mondjam, ez egy doboz, amiben egy speciális elektronika van, tehát egy kis komputer, célorientált, és mivel ezeket utaztattuk ide-oda, ez egy laptop volt hozzákapcsolva, amin a program futott. Ezt Szalai Sándor írta a szoftvert, hardvert meg én csináltam, ez olyan 8 példányban készült el, ment Franciaországba, Angliába és Finnországba. Úgyhogy ez később is voltam ilyen ügyekben ott karbantartani ezeket, és hát ezek stimulálják a műszereket, hamis, illetve hát tesztadatokat küldenek nekik, meglátjuk, hogy válaszolnak, és ezt ugyanezt akkor is el lehet végeztetni, amikor már az űrben van. Tehát általában ez a földi ellenőrző. Ennél persze, akiknek olyan műszere van, ami fizikai mérést végez, hát sokkal komolyabb, tehát mindenféle vákumkamrák kellenek, sugárforrások, optikai tesztek, és így tovább. Tehát akkor ezek nem egyszer, gondolom, legalább annyira bonyolult berendezés, mint maga a cucc. Mondhatjuk, hogy bonyolultabbak, csak ugye annyi, mégse szokták olyan nagyon komolyan venni, hát komolyan veszik őket, sőt, muszáj is, mert rajtuk keresztül menjünk, de nem űrű kvalifikált alkatrészek kellene, hiszen ezek a földön működnek egy laboratóriumban, még viszont a fedélzeti szoftverek és hardverek azok úgy kell működjenek, hogy a lehető legnagyobb megbízhatósággal, itt ugye 10 éven át ki volt téve a kozmikus sugárzásnak, a földi pajzs védelme nélkül, hosszú időn keresztül nagy hidegnek, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a műszerek mind jól is működtek, azt revesgetik, hogy például az a nagy hideg, vagy talán a nem egészen megfelelő tervezés okozta annak a pirotechnikai egységnek a rossz működését, vagy nem működését, ami kilőtte volna a szigonyokat. Ez egy pirotechnikai eszköz, aminek a kémiája úgy tűnik, hogy becsődölt, nem működött.
Tehát ott is az időzítés, a jel az ment, azt lehet tudni. Igen. Csak igen. Nem történt meg. Ilyen szempontból az a csoda, hogy csak ennyi hiba volt. Aha, hát igen. Tehát azért ez egy elképesztően bonyolult manőversorozat. Tehát ez eleve, hogy mondod, hogy igazából az üstökös mag körül nem is lehet keringeni, hanem tényleg ilyen háromszög alakú pályákon igen. lehet úgy, hogy mindig fordulsz egyet, amikor az egyik csúcshoz. Olyan, mint a Rosetta, de most nem a rosetti kő, hanem ugye van egy ilyen művészeti minta, a katedrálisok homlokzatán található, amelybe egy körbe írt különböző íves geometriai minták, és hát ilyen minták szerint is. Egyébként más minta szerint is ment, tehát cikcakba ide-oda is. Egyébként tetszőleges pályát lehet leírni, éppen azért, mert nem befolyásol a gravitáció. És a fedezeti számítógép az eznek a filének az alján volt, ott a láb a középpontja közelében, együtt az akkumulátorral és a tápegységgel, és ez egy, úgy képzeljük el, egy ilyen egy köbméter, de hogy köbméter, egy literes térfogatú kocka, amiben nagyon szépen szerelt áramköri panelek vannak, és ebbe egy speciális űr kvalifikált processzor volt, amit nem nagyon ismer a közönség, RTX 2000-es sorozat, nem hiszem, hogy hallott róla, van én se sokat, de ez egy kifejezetten sugárzásvédett kivitelű, nyilván katonai eredetű processzor, és ami az érdekes, majd a szoftveresünk beszél róla, ennek egy nagyon érdekes szoftvere van, egészen más gondolkodással kell hozzá programot írni, ez úgynevezett stack-orientált műveletekkel, tehát nem azzal a szokással, amit most megszoktunk, hanem egy kicsit, ha valaki még emlékszik, a régi Hewlett-Packard zsebszámológépeknél volt egy ilyen eljárás, amit majd talán a szoftveresünk elmesél. Tehát akkor az a tervünk, hogy Pálos Zoltánt fogjuk fölhívni a stúdióból, aki ugye már a Phobos fedélzeti számítógép fejlesztésében részt vett, de aztán természetesen itt is. Na most én már is írom be a számot, és addig mesélj még kérlek arról, hogy a fedélzeti számítógépen és ezen a plazmás cuccon kívül vagy ez volt a kettő fő magyar hozzájárulás a projekthez? Mert nem tudom, egyáltalán úgy értem, hogy például ebben mondjuk nem voltak benne mondjuk a műegyetemről valakik, vagy ilyesmi, vagy én ezt nem tudom. Nem, azt hiszem, itt ebben nem, de szégyelném magam, ha most kihagynék valakit, de most még kicsit készültem is a dologba, és nem emlékszem, hogy ebben lettek volna. Hát mi magyarok is azért egy picit oldalágról kerültünk be földjelenőzővel, ezzel a szoftverrel, és az a fejlesztőnk, aki ezt a számítógépet alkotta, az kiköltözött gyakorlatilag Németországban, mert ott voltak a hardware megépítési munkálatai. Kollégánk több évet töltött ott, eléggé igénybe vette ez a dolog, mert nagyon sok nehézséget kellett leküzdeni, és hát, mint mondottam, menet közben kellett áttervezni a projektet az összes számítással együtt. Hát igen, ezért ez érdekes tényleg, hogy na mindegy, majd ezt majd megkérdezzük Pálos Zoltántól, most éppen kértem egy kis technikai segítséget a telefonálásban, mert ezt én még nem hajtottam még végre innen, és nem is nagyon jártam sikerrel, úgyhogy már megint kérném vissza a telefonszámot majd, de hamarosan jön a tanult kollégánk, a Tilos Crew feliratú pólóval, aki meg fogja nekünk oldani, Laci, ezt a problémát. Örök hála, ez az a bizonyos telefonszám, amit föl kell hívni, és én azt csináltam, hogy beütöttem, és visszatettem, és valószínűleg ez volt a hiba. Hát pedig jól csináltad. Hát? És ezt már onra kapcsoltam, ugye? Ez lehet, hogy ez volt a hiba. Az volt a hiba. Na, oké. Okay. Na, hát igen, most hát nem csak az űrtechnikában fordulnak elő problémák, most éppen az történt, hogy én fölöslegesen nyomtam meg egy gombot, és ezt azonban mindjárt megoldjuk. Meg be is kell kapcsolni. És be is kapcsoljuk, ez világos. Egy másik gombot azonban meg kellett nyomni. A telefonhívás az elvileg megtörtént. Na, tehát az űrszondákkal sem annyira egyszerű kapcsolatba lépni. Most azt nézzük meg, hogyha ez az egész
találkozó, ahogy mondtad, a Mars és a Jupiter között történt, akkor az ilyen fél órás késés, nem? Vagy egy 20 percnél több rádiókésés eleve. Igen. Tehát itt azt kell érteni, hogy itt tehát lehetőség sincs bármit a Földről irányítani, igen, a szó klasszikus értelmében. Mindig ilyen parancscsomagokat ad neki. Megjegyzem, hogy már napközelségben volt, az már a Mars pályán belül volt, de a Föld pályán kívül, és a Föld is aránylag közel volt, tehát ott belem a ilyen 5 perces. Rendben, és akkor köszönjük szépen a technológiai segítséget. Már is elméletileg itt van velünk a telefonvonalban Pálos Zoltán, ha jól emlékszem, vagyis ha jól gondolom. Jó reggelt kívánok! Ez itt a Tilos Rádiónak a szokolébresztője, és itt egy kicsit szerencsétlenkedtünk a kapcsolatfelvétele, de itt van a stúdióban Horváth István, kolléga, és ugye éppen most fordulunk rá a Rosetta fedélzeti számítógépének a témájára. Én követtem a műsort. Ja, ó, hát ez nagyszerű, nagyon jó. Tehát akkor át is adnám a szót, tehát körülbelül ott tartottunk, mielőtt elkezdtünk a kapcsolatba lépéssel szerencsétlenkedni, hogy hogyan is működik, mit kell csinálnia egyáltalán egy ilyen számítógépnek, és hogyan kell ezt elképzelni. Hű, hát ez egy eléggé komplex kérdés, mert ha én most mindezt részletesen fel akarnám sorolni, akkor itt nem lenne elég egész biztosan a műsoridő. De hát alapvetően ugyanazokat kell csinálni egy számítógépnek az űrben, mint amit egy számítógépnek a Földön. Tehát először is bekapcsolják őt, megkapja az energiát, akkortól kezdve rögtön működésbe lép egy kis program, ami a további programokat aztán be fogja húzni. Tehát az úgynevezett bootolás szekvencia az, ami elindul. Ez rendszerint a mai telefonoknál láthatatlan, de érzékelhető, mert ez általában időbe telik, tehát ez mondjuk a mobiltelefonoknál akár fél perc is lehet. Hát a mi életünkben ez mondjuk néhány másodperc volt, és utána, amikor ez a boot szekvencia elindult, illetve lefuttatta a legelemibb ellenőrzési, tesztelési funkciókat, akkor utána azt vizsgálta, hogy van-e betölthető szoftver. Miután megtalálta a megfelelő betölthető szoftvert, akkor azt betöltötte. Az volt ugye a fő, hát mindenféle fontos funkció volt a előírások szerint pontosan teljesítő szoftver, és akkor annak a futása kezdődött, ami persze szintén belső fázisokból állt, de hát az megint csak nagyon részletekbe menne, hogyha azokat is elkezdeném ismerteni. Ez a lényege az egésznek, ha jól értem. Gondolom, hogy enkit ez nagyjából érdekel. Hát, ami problémás volt ugye ezzel, az, hogy már a bootolási szekvencia az tulajdonképpen egy komplett szoftvert tartalmazott, amit ugye akkor kellett a rendszerbe betenni, amikor mielőtt azt még felbocsátották, ez volt 2003 elején, sőt 2002-ben már egy kész szoftver kellett, hogy legyen. És utána a következő ugye ma közel 10 évünk volt még a leszállásig, az alatt pedig a fő szoftvert továbbfejlesztettük ebből, és az lett a vállalom frissített és változtatott szoftver, ami végül is az összes funkciót szerintem megfelelő szinten végre tudta hajtani. Tehát akkor itt az a lényeg, hogy ez nagyon érdekes, tehát, hogy amikor felbocsájtották az űreszközt, akkor még igazából nem volt meg maga a tényleges, mondjuk leszálló szoftver, vagyis annak a végleges verziója, ha jól értem, hanem azt útközben írták meg, ugye? Vagyis azt a verzióját, ami végül a leszállásnál elkezdett futni. Igen, pontosan érti, tehát az volt ugye ezzel mindig gond minden egyes komolyabb időtávú szoftver, illetve bármilyen projekt esetében, hogy mindig kiderülnek egyfelől problémák. Ez mondjuk a kisebb dolog. A nagyobb dolog az, hogy amikor a rendszert ugye terveztették igazából, az ESA-nak alapkikötése volt, hogy minden szoftvert tartalmazó részegység, ez a mai napig egyébként így van, az repülés közben, illetve a misszió bármely fázisában átprogramozható legyen, tehát újra lehessen vagy frissíteni, vagy upgrade-elni, tehát újabb funkciókkal feljavítani.
És ugye ezzel az attitűddel kellett kifejleszteni már az első szoftvert is, tehát tudtuk, hogy ez nem lesz egy abszolút mindenre alkalmas szoftver, ráadásul a rendelkezésre álló memóriahely is limitált volt. Emiatt aztán egy olyan minimál funkcionalitású szoftvert készítettünk, ami a átprogramozáshoz szükséges funkciókat tökéletesen tudta. A többi az meg olyan volt, hogy abban majdnem biztosak voltunk, hogy azokban változtatni fog kelleni, de azért valamilyen szinten azokat is el tudja végezni. És itt milyen programnyelven történik igazából egy ilyennek a programozása? Tehát valami földi halandók által is ismert, vagy valami nagyon spéci dolog ez? Ez egy érdekes kérdés, mert én három komolyabb űrprojektbe vettem részt, három különböző nyelven programoztam mindegyiket, és az első kettő, a Phobos, amit említett a Pista is, meg a Spectrum Gamma, azok tulajdonképpen Földön is használatos programnyelveken készültek. Az első Assembly-ben készült, akkor még a 80-as éveknek a második felében ez realitás volt. Utána a Spectrum Gamma az C nyelven készült, hát azt a mai napig használják egyébként az űrszakmában is, és nem csak az űrszakmában, a Földön is nagyon-nagyon sokan. És a legutóbbi, a Rosetta, ami tulajdonképpen a legnagyobb siker volt, azt pedig én nem a saját döntésem volt, de Force nyelven kellett, hogy megírjuk, mert az volt beszerezhető az adott processzorra. Úgyhogy eleve ez a spéci processzor, amit említett István, ami ilyen sugárzásálló. Ez egy eléggé rendkívüli paraméterekkel rendelkező processzor, nem véletlenül használják olyan missziókban, amiknél a sugárzásállóság elsődlegesen fontos. Egyébként ezt azért, hogy mondjak egy kiegészítést, nekünk nagyon jól jött volna, ha hozzáférünk még a Spectrum Gamma misszió esetén, ugyanis az nagyon sok sugárzást kapott volna, ha repült volna. Na ez az, hogy végül is repült ilyen, tehát jelen, akkor végül is itt nem tudom teljesen a sztorit, de ugye a Spectrum X Gamma jelenleg a szovjet, vagyis hát orosz-német kollaborációban végül feljutott, csak gondolom az már egy ilyen újratervezése volt, és akkor erre végül a magyar eszközök nem kerültek rá? Ez ezt jelenti? Nem csak a magyar eszközök nem kerültek rá, semmilyen eszköz, amennyire én nem... Teljesen más lett. Teljesen új fonda volt. Ja, csak a nevét vitte tovább a projekt. Jó. Hát ez nagyon érdekes. Ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy legalább valami átmentésre került. Nem, hát az oroszok gyakorlatilag azt a nemzetközi együttműködést leállították, és csináltak saját erőből egy teljesen új szondát. És a mérnöki, vagyis hát informatikai is problémák, amiket meg kellett oldani a Rosetta leszálláshoz, ahhoz képest, amiket a Phobos leszálláshoz kellett megoldani, azok mennyire lehetett újra hasznosítani, csúnyán kifejezve magam, azokat a dolgokat, vagy itt teljesen más architektúra, teljesen mást kellett csinálni. Hát mind a kettő kicsi égítést gondolná az ember, hogy hát, ha valamit át lehetett menteni egyik projektből a másikba, de ezt én csak gondolom, egyáltalán nem biztos, hogy volt ez. Nem, hát sajnos akkor még, ugye ez a 80-as évek közepén járunk körülbelül, amikor a Phobos szondát elkezdték egyáltalán tervezni, akkor még ez nem is volt szempont, ráadásul az orosz szonda volt, de a mi szempontunkból nézve azért a szemlélet az már kialakult addigra, hogy a Rosettába bele tudtunk szállni. Tehát a Phobos az egy nagyon-nagyon jó előtanulmány volt a Rosettához. Mert tudtuk már, hogy mi az, hogy napsugárzás, mi az, hogy orientáció, egyszerűen a leszálláshoz milyen paraméterek kellenek. Jó, hogy a Phobos az sokkal nagyobb volt, mint a Rosetta, tehát annak azért értékelhető tömegvonzása van. A Churyumov-Gerasimenkónak gyakorlatilag nincsen tömegvonzása. Ez azért nagy különbség volt, de az alaprendszerek ugyanazon funkciókat kellett, hogy betöltsék. Tehát ugyanúgy a leszorító erő, a fúvókás leszorító készülék, meg a szigony, ami a felszínre horgonyozza gyakorlatilag az űreszközt. Ezek mindkét rendszerben megvoltak. Napelemes táplálásra ugye fel kellett készülni, tehát akkumulátor töltésre. A kezdeti, ugye azelőtt, hogy
a szondát egyáltalán lebocsátják a égitestnek a felszínére, az akkumulátort fel kell tölteni, mert jó néhány év repülés közben eleve ezeket az akkumulátorokat úgy tervezik, hogy ne szolgáltasson energiát, de azért nem is menjen tönkre, hanem egy úgynevezett formázási ciklus során, mielőtt a leszállás történik, lehessen őket üzembe helyezni. Ez egy néhány órás, maximum egy-két napos processz, aminek során a kémiai áramforrás fölveszi a kapacitását, és akkor már lehet használni arra, hogy ellássa a szonda fedélzetet. Ezek után ugye jön a leszállás, az mindkét esetben ugyanaz volt nagyjából. A processz, hát néhány perc vagy néhány óra az a szoftver szempontjából majdnem mindegy. Ugye néhány perc volt a 50 méteres távolságból a Phobos esetében, és hát jó néhány óra a Rosetta esetében, a Philae esetében a leszállási szekvencia. Hát az egy másik kérdés, hogy a Phobos esetében 0%-os volt a siker, viszont a Rosetta esetében én azt mondanám, én a szoftveres szempontból azt mondom, hogy 100%-os siker volt. Igen, hát ezt akartam én is kihangsúlyozni, és egyébként meg döbbenetemnek is hangot adni olyan szempontból, hogy amikor ez a repülés történt, akkor Magyarország még nem volt az ÉZÁ-nak a tagja. És ugye ez egy óriási nagy ÉZÁ ilyen flagship küldetés, ha úgy tetszik, tehát tényleg egy ilyen nagyon fontos misszió volt, és milyen tehát eleve azért az igencsak jelent valamit, hogy egy magyar intézetre bízták, egy magyar kutatócsoportra bízták a leszálló egység fedélzeti számítógépének a kifejlesztését. És ha jól értem, hardverileg és szoftverileg is, igaz? Tehát ez teljes egészében magyar fejlesztés. Ez így hogy? A Rosetta az reme, vagyis a Phobos az nyilván egy jó ugródeszka volt, de hogy ez azért valamennyire meglepő volt, hogy ezt igazából ez a csoport kapta meg, vagy kb. Várható volt az előzmények fényében? Hát azért itt nagyon sok szerencsefaktor is mindig van, de az tény, hogy a heli üstökös során végzett munka, amit még a Szalai Sándor és a Szegő Károlyék kezdtek el, és folytattak utána is azért, az volt a megalapozása ennek a respektusnak gyakorlatilag, hogy a magyarokat rendszeresen felkérték, hogy bizonyos dologba segítsenek be, szálljanak be. Ugye nagyon sok kollega is utána többször dolgozott ezekbe az intézetekbe, amikkel a kapcsolat már a heli, tehát a 70-es évek második fele, 80-es évek első fele idején kialakult. És akkor ennek aztán a folyamánya volt az, hogy a Phobosba is meghívtak minket, a Spektrumgamma-ba is meghívtak minket, és később, ugye akkor közben volt ugye egy rendszerváltás, és ezt nem szabad elfelejteni, ez például a szerencsefaktorok közé tartozik, hogy a rendszerváltás során egy Berlin intézet átkerült úgymond a Németországba, akkor ami eredetileg Nyugat-Németország volt, az most hirtelen Németország lett, és az az intézet, amikkel a Heli során együttműködött a mi intézetünk, az akkor már ÉZA-tagként, ugye a Németország ÉZA-tag volt, sikerült egy együttműködést kialakítani velük a Heli tapasztalatok alapján. Ők tudták, hogy mi mire vagyunk képesek, illetve az a Wigner akkor már, és meghívtak minket ebbe az együttműködésbe is, ami a Rosetta lesz. Hát a Rosetta sem úgy indult egyébként, hogy az lesz belőle, ami lett, mert eredetileg ugye két szonda, pontosan a két leszálló egység lett volna, abból lett aztán egy, ami nem is volt igazán, maga a leszálló egység már nem volt ÉZA projekt, ezért is tudtunk mi viszonylag könnyen beszállni. Aha, értem. Azért tudni. Ja, ez érdekes, ezt nem tudtam. És a leszálló egység két külön egységként szerepel, és az utóbbit, a leszálló egységet a németek vállalták magukra, hogy fővállalkozásban elintézik. És ez azt jelenti egyébként, hogy a tényleges hardware, beleértve most a fedélzeti számítógép elemeit, az oké, hogy Magyarországon lett kifejlesztve, de hogy konkrétan a hardware-t magát, ami fönt van az űrben, azt Németországban csinálták? Mert konkrétan a fedélzeti számítógépre gondolok, nem? Vagy a... Igen. Történik ugye minden űreszköznél, hogy az első példányok azok
Hát azok még nem teljesen kiforrottak általában, de hát ezt nagyon jól tudja mindenki, aki ilyesmivel foglalkozik, és csak a jó néhányat meg kell csinálni, vagy néhányat legalább, ahhoz, hogy minden probléma kiderüljön. Ez az űrtechnikában úgy néz ki, úgy tűnik elvesztettük a telefonjelet. Igen. Na, szóval ezt... De egyébként sajnálatos módon amúgy is éppen megyünk kifele az adásidőből, úgyhogy attól tartok, hogy ezt a beszélgetést még amúgy folytatni fogjuk egy másik adásban. De hát ez rendkívül érdekes. Tehát, hogy valószínűleg az lett volna egyébként a sztori vége, hogy mármint megpróbáljuk extrapolálni, tehát, hogy az első példányok esetében még annyira nem kiforrott a dolog, meg nem kell mindent annyira űrbiztosra csinálni, de aztán a végső repülő példányhoz, amikor már mindenféle űrkvalifikált alkatrész kell mindenből, akkor lehet, hogy ott azt már végül is a németek rakták össze, de teljes egészében a magyar tervezés alapján. Ugye István, ezt egyetértesz, hogy ez lehetett a sztori vége. Igen, és nem csak az alkatrészek, hanem nagy tisztaságú laboratóriumok és megfelelő eszközök kellenek hozzá. Aminek a képítése annyi 100 millió forint, hogy azt nem tehetjük meg. De ettől függetlenül akár minden ilyen hardvernek több példánya van, minimum 3, de inkább 4 szokott lenni. Van egy ilyen laboratóriumi példány, aminek nem kell ilyennek lenni, azt természetesen az asztal sarkán is meg lehet csinálni. Ennek be kell mutatnia, hogy jól működik, és utána készül egy ilyen demonstrációs egység, ami repülő példánynak is nevezhet, és van egy tartalék, amit akkor dobunk be, ha már a felszerelés közben elromlik, vagy nem megfelelően működik az A példány, akkor a B-t berakják. Hát igen. No, hát ez nagyon érdekes volt, akkor nagyon sok mindent lehetett ma tanulni, hogyan kell egy üstökösre leszállni, üstökös körül, hát nem is igazán pályára állni, hanem repkedni körülötte, mit kell csinálni, milyen programnyelven volt programozva, ez Fort, a Fortran, azt persze ismered, a Fort, tehát ezt még most hallottam róla először. Igen, szóval... Fort-i-hám. Ja, értem, Fort. Aha, hát ez nagyon érdekes. Na, és persze, akit érdekelnek az előzmények, azok az archívumunkban megtalálják a 160. epizódot, ahol Istvánnal és Szalai Sándor professzorral beszélgetünk, magyar vezérlés technikával a Héli üstökös és a Phobos felé. Ez volt a címe az adásnak, és ez természetesen ugyanúgy visszahallgatható a SoundCloudon, a YouTube-on, a mindenféle formátumon. A sokolébresztő.hu helyről kiindulva is lehet navigálni, és mindenféle platformokra eljutni, és természetesen a Tilos Archívumban is. Hát pánikszerűen el kell hagynunk a stúdiót, mert véget ért az adásidőnk, de nagyon szépen köszönöm Istvánnak a személyes jelenlétet, és Pálos Zoltánnak, hogy bekapcsolódott telefonon, és rendkívül érdekes információkat osztottatok meg velünk. Az én szerintem a magyar űrkutatás történetének egyik legsikeresebb és legjelentősebb küldetéséről. A Rosetta küldetésről, aminek ugyan nincs évfordulója, mert jövőre lesz, de azért mégiscsak egyszerűen ezt nem bírtuk magunkban tartani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, további jó napot és jó hetet kívánok. 2 hét múlva jövünk vissza. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.